Logikai, matekos játszóház várta Gárdonyi Géza görögkatolikus általános és alapfokú művészeti iskola leendő első osztályos tanulóit. A kezdeményezés az iskolanyitogató programsor utolsó állomása volt, amelyet egészen januártól kezdődően végigkövethettünk. Ennek részeként mindenki megismerhette az intézmény hangulatát, szakmai programját, illetve, ami talán a legfontosabb, találkozhattak a leendő osztályfőnökökkel, intézményvezetőkkel is. Az iskolanyitogató programsorozatunk záróállomásán vagyunk, ami a matematika-logikai részére épül, hiszen ahhoz, hogy a gyerekek belépjenek az iskolába, nagyon fontos, hogy egy kellő gondolkodásmóddal tudjanak rendelkezni. Ez nagyon alkalmas, ez a játékos foglalkozás, hogy észre se veszik, hogy tanulunk. Egy ilyen varázslatos világba megnézzük, hogy hol is tartanak ők, honnan tudunk indulni, és aztán mi lehet a cél. Egy kicsit mesélünk a digitális táblánál, a húsvéti nyuszikák köré épülünk, egy kicsit dolgozunk a kisebb-nagyobb, több-kevesebb, kerek-szögletes, és hát meglátjuk, hogy meddig jutunk majd el. Lesz benne kis egyéni munka, egy kis páros játék, egy kis csoportos, és hogyha ők úgy jönnek ki, hogy csudi jót játszottunk, mi tanítónénik meg tudjuk, hogy azért ez egész másról szól, akkor jó úton vagyunk ahhoz, hogy az április 20-21-én levő beiratkozáskor egy kölcsönös mosollyal találkozzunk a szülőkkel. Az elmúlt hetek során a gyerekek és felnőttek változatos programokon vehettek részt, mindezt a beiskolázási kampány jegyében. Elérkeztünk az utolsó alkalomhoz, a negyedik alkalomhoz. Az eddigi alkalmak során különböző foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek. Volt mesélős délutánunk, játékos, sportos délutánunk, kézműves délutánunk, és úgy döntöttünk, meg úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos az iskola érettség szempontjából a logika, a megfigyelő képesség, a memória, és ezzel a oldallal próbáljuk most megismertetni magunkat, illetve a különböző játékokkal a gyerekeket. A gyerekek képességeit különböző társas, memória alapú, játékos, logikai feladatok megoldásával mérték fel. Lesz memória feladat, ezt gondolom nagyon-nagyon sok kisgyerek ismeri már, otthon is sokat játszanak. Lesz megfigyelő képességet vizsgáló feladat, amikor különböző tárgyakat kell megfigyelniük és feleleveníteniük. Lesz társasjáték, lesz egyéni logikai táblán való játék, tehát különböző feladatokon próbálhatják ki magukat a gyerekek. Az elmúlt hetek programjai nyomán tehát mindenki megismerhette a Gárdonyi iskolát. A szakmai programon túl fontos volt a pedagógusok, intézményvezetők megismerése, hogy a gyerekek és szülők biztosan jó döntést hozzanak.